Sziasztok! Ebben a rövid videóban megismerkedhettek az általunk tesztelt eddigi legkisebb hordozható hangrendszerrel. Ez itt nevezetesen a JBL Go nevű mobil hangsugárzója. A JBL-ről elmondhatjuk, hogy a világon elérhető legkisebb és legnagyobb hangfalak gyártása is részét képezi a kínálatuknak, hiszen nem csak utazásra vagy otthoni felhasználásra szánt hangszorokkal, hanem színpadtechnikai, hatalmas, szekrénynagyságú monitorokkal, berendezésekkel is foglalkoznak. Tehát egyike a legnagyobb hangfalgyártóinak ez a cég. És a Go 2 fő érdekessége, hogy némileg érezhető benne a JBL szakmai múltja, a méretéhez képest meglepően testes hangot produkál, persze azért csodára senki se számítson, gyakorlatilag azért egy kicsi dobozhang jellemzi a terméket, de ettől függetlenül kétségkívül ebből a méretből még így is csoda, hogy ilyen nagy hangot sikerült kipréselni a gyártónak. Ami nagyon sokak számára leegyszerűsíti majd a választás lehetőségét, hogy a termék relatív sokfajta színben elérhető, így aztán mindenki kiválaszthatja a számára tetsző árnyalatot, az egészen fiatalos színekben nincsen hiány. Egyéb iránt a készülék tetején láthatunk kezelő szerveket, híváskezelő, hangerőszabályzó, Bluetooth párosító és kibekapcsoló gombok állnak sorjában. Itt oldalt látunk egy kis mélyedést, melybe szükség szerint akár be is tudunk fűzni egy kis szíjat, hogyha nyakunkra vagy a táskánkra lógatva szeretnénk hordani a hangszórót. Itt az oldalán pedig találunk egy beépített mikrofont, tehát telefonos kihangosítóként is használható az eszköz. Töltése mikro USB kábelen keresztül történik, kapunk is egy kb. 20 cm hosszúságú mikro USB vezetéket alapkiszerelésben, és itt található egy 3,5 feles jack bemenet, tehát nem csak Bluetooth hangrendszerként, hanem akár vezeték alapon laptop vagy tablet kihangosítására is használhatjuk a cigarettás doboznál alig nagyobb JBL Go-t. Akkumulátor kapacitás tekintetében egész jó a Go-nak a használhatósága, hogyha napi 1-2 órát használjuk, akkor akár egy héten keresztül is tudjuk használni. Mi sem jöttünk még rá teljesen, hogy ez technikailag hogyan lehetséges, hiszen szinte semmi súlya nincsen ennek a kis dobozkának, de a lényeg az, hogy nem fog 10 perc után lemerülni, egész nyugodtan akár egy nyár délutáni kempingezés vagy tengerparti szórakozás alkalmával is bátran, hangosan szólhat rajta a zene. Nekünk olyan szempontból tetszett, hogy ténylegesen bárhol elfér, kis túlzással akár még egy nadrág zsebbe is elrejthetjük. Ez az általunk eddig tesztelt mobil hangszorokról nem volt elmondható, hiszen mindenhol egy kicsit azért tömzsibb méretre volt szükség ahhoz, hogy egy bizonyos teljesítményt kapjunk. Itt az ütős basszusokról le kell mondanunk, viszont ettől függetlenül vannak olyan szituációk az életben, amikor még ez is sokkal-sokkal több a semminél. A JBL Go-ról kimerítő cikket készítettünk, ti is elolvashatjátok írásunkat az AV Online-on keresztül. Ez a cikk a videó alatti hivatkozáson keresztül érhető el a legkönnyebben. Amennyiben további hifi és házi mozi érdekességekre vagytok kíváncsiak, akkor, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és lájkoljátok Facebook oldalunkat, ahol számos további tudnivalót és érdekességet fogunk veletek megosztani. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!